erdők fájból készült fogpiszkálók voltak. Egy robotgép szolgálta ki őket, amelyet egy magyar tudós készített. A versenyen a diákoknak érvelni kellett az anyanyelvápolás mellett, szituációs játékban mesét kellett előadni, és általános műveltségre vonatkozó kérdésekre is kellett válaszolni. A vetélkedő a játékosság eszközeivel neveli a fiatalokat a nyelvápolásra. A cél a játékosság, hogy egy picit játszva tanuljanak a fiatalok közmondásokat, palindrómokat, homonímákat, névbújócskákat, egy-egy mondatból kivenni azt a keresztnevet, ami el van rejtve, vagy mondjuk folyóneveket, kiolvasni egy-egy szóból, amihez adtunk egy-egy meghatározást. Ápolják a fiatalok a nyelvet, legyen egyfajta nyelvi igényesség a nyelvi leleményességen keresztül, hiszen a kreativitás is egy lényeges eleme ennek a vetélkedőnek. A versenyben a Kodály Zoltán alapiskola csapata győzedelmeskedett. A diákok a versenyre való felkészülés során fejlesztették a verbális és nonverbális kommunikációs készségüket. A vetélkedőnek köszönhetően bővült a szókincsük is. Nagyon fontos, hogy ismerjük a nyelvünket, hogy megértsük, értelmezzük, és hogy ezeket az újabb szavakat a mindennapi beszédbe beleépítsük. A verseny izgalmas volt, nagyon izgultunk, de örülünk. Országos szinten a dunaszerdahelyiek a másodikok lettek. A Felvidéket a magyarországi döntőben Széphalmon a Tornaljai 8 osztályos gimnázium csapata és a Nagykaposi gimnázium csapata képviseli.